Könnyű dolgom van, amikor Suzuki-król kell beszélnem, de a legkönnyebb dolgom akkor van, amikor arról a Swiftről kell beszélnem, ami az egész Suzuki palettán személyesen a kedvenc autóm, a Suzuki Swift Sport. Immáron mild hybrid 48 voltos rendszerrel, de ez az autó, ami számomra mindent tud, mert hogy nagyon pici, nagyon gyors, nagyon sportos, és mindemellett fenntartható és gazdaságos is. A forma jegyeknek számomra a legfontosabb része az, hogy egy picit lebegő tetővé tették ezt a gyönyörű sárga tetőt, azért, mert a hátsó kilincset elrejtették ide a C-oszlopba, és a C-oszlop fekete vonala tulajdonképpen egy sötét B-oszloppal és egy sötét A-oszloppal folytatódik. Amikor megérkezünk a motorház tetőhöz, és talán ez a legfontosabb része az autónak, mert hogy alatta van egy 1.4-es booster jet motor, 129 lóerővel, 235 Nm-rel, és ez a motor repíti ezt az autót nagyon-nagyon gyorsan, mert hogy az autó mindösszesen 1020 kiló. Ez a lágy hibrid Swift azonban nem csak technikai tartalmát tekintve sportos, hanem külsejét tekintve is igen temperamentumos és dinamikus, hogyha hátulról haladunk előre, akkor láthatjuk ezt a két hatalmas kipufogót, egy szuper diffúzort, illetve oldalt folytatódik a látvány egy nagyon sportos küszöbben, illetve a 17-es felni is eltér az alapváltozattól. De azért, mert ez a Swift sportos, ne higgyük azt, hogy elengedi a kezünket biztonság technikai téren, mert amit ma a Suzuki a biztonság technika terén felvonultat, ebben az autóban megtalálható. Ilyen a DSBS kamerarendszer, a vészfékasszisztens, a sávtartó asszisztens, a holtérfigyelő, a táblafelismerő, a visszagurulásgátló, illetve az adaptív tempomat. Eszméletlen jól van méretezve ennek az autónak tulajdonképpen mindene a motorerőhöz, mert jó a fék, jó a futómű, jó az autónak a súlya, és annyira imádom, hogy amit az 50-es években még Colin Chapman kitalált, hogy egy versenyautó legyen könnyű, ez nem a gyorsítás és a kigyorsítás szempontjából fontos csak, hanem azért is, mert egész máshogy áll meg, egész máshogy kanyarodik, egész más, hogy viselkedik dinamikus helyzetekben az autó. Tehát nem kell 3-400 lóerő ahhoz, hogy élvezeteset autózzunk, 129 lóerővel is nagyon-nagyon jókat lehet menni, nagyon sportosak az ülések, tök jó az oldaltartása, a combot is támasztja oldalról, szuper a futómű, nagyon direkt a kormányzás, érezzük az autóval azokat a mozdulatokat, amik tényleg egész aprók, egész precízek, egész finomak, és nagyon jól átjön a sportos érzés. Még egy fontos szempont egy sportos autó vezetése közben, ugye a váltó, a váltónak a kezelése, illetve a sebességi fokozatoknak a kiosztása. Na most itt sem hibáztak a Suzuki-ék, mert hogy kifejezetten élvezetes vele minden sebességváltás. Minél dinamikusabban, minél lendületesebben megyünk ezzel az autóval, tulajdonképpen annál élvezetesebb a menet. Egy nagyon hasznos és praktikus tartozéka ennek az autónak a nagyon jó minőségű képpel rendelkező tolatókamerán kívül a tolató radar, ami most újdonsága Swift Sportban. Ráadásul még van egy olyan rendszerünk, ami figyeli a hátsó keresztforgalmat, azaz, hogyha kitolatnánk olyan esetben, hogy keresztforgalom van, akár élénk, akár gyér, akkor az autó le fog fékezni, és nem engedi, hogy kitolasson. És még egy jó hír a Swift Sporttal kapcsolatban, erre az autóra is ugyanúgy él a 3 plusz 7 év hibrid Pro garancia, mint az összes többi Suzuki modellre, azaz turbó, váltó, motor és hibrid rendszer 10 évig biztonságban van.